Tenk László 1943-ban Nagybányán született. A Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatójaként Kmeti János és Bernát Aurél tanították, majd a művészi pályára lépve Mór, Nagybánya, Kán, Töreki, Mezőtúr és Miszla művésztelepein dolgozott. A 70-es évek közepéig Debrecenben élt, majd innen költözött Budapestre. Feleségével, Csordás Erzsébettel 1990-ben azzal a céllal hozta létre a TR-t alapítványt, hogy segítse a mai magyar képzőművészet hazai és nemzetközi bemutatását. Nem titkolt szándékuk volt továbbá egy óbudai kortárs képzőművészeti gyűjtemény alapjainak a megteremtése. A művész szakmai tudásával mai napig támogatja az önkormányzat művészeti tevékenységét, a kerület kulturális életét. Kurátorként részt vett az önkormányzat által meghirdetett 2009-es fotó és 2014-2015-ös képzőművészeti pályázatokon. Támogatója és szervezője volt a Kisceli Kálvária felújításának. 2014-ben kezdeményezésére megalakult a TR-t kertcsoport és Budapest első tündérkertje Ófalu Békásmegyeren. A Munkácsi Mihály díjas festőművész, az Óbuda kultúrájáért díj és számos további kitüntetés birtokosa, a jelenkori magyar piktúra meghatározó személyisége. Kolorítja és pasztózus előadásmódja a legjobb magyar festészeti hagyományokat követi. Úgy kerültem közel a képzőművészethez, vagy a festészethez, majdnem azt mondhatnám, hogy véletlenül. Gimnazista koromban akkor nagyon erős voltam a reáltan tárgyakból, és igen érdekelt az építészet. És azt gondoltam, hogy én építész leszek. Apám azt mondja, aki tanárember volt, azt mondta, hogy hát jó vagy matekból, fizikából, de az a baj, hogy az építésznek rajzolni is kell tudni. Mondom, hogy tudok rajzolni. Szóval nem, tényleg kell. Beiratkoztam egy szakkörbe, olyan rohamosan sajátítottam el mindent, akkor nagy élvezet volt a munka, hogy hamarosan átgyergeltem a képzőművészet felé. A képzőművészeti főiskolára elsőre fölvettek előkészítőre, másodikra már nappali tagozatra. Bernát Aurél volt a mesterem. Most már lassan 40-45 éve kiállító művész vagyok, és hát számtalan egyéni kiállításom volt. Itt Óbudán most a legutóbbi 70 éves koromban Szent József házban, Hóbékásmegyeren a faluban egy ilyen jubileumi kiállítás volt. Óbuda a számomra egy nagyon barátságos, közvetlen emberi környezet, amikor házat, lakást kerestünk fiatal koromban, akkor elkezdtünk hirdetésekre járni. Az első hirdetés ez a ház volt. És hogy kinéztünk a teraszról, elég romos, lerakott állapotú öreg kastély volt, majdnem hogy lakhatatlan, de kinéztem a teraszról, és azt mondtam, hogy hát ez csodálatos. Itt lehetne élni. Hát ma már itt akik két gyerekem, öt unokám, és műtermem is itt van. Nagyon sok olyan képem is készült az évek során, ami a kerület ihletésével született. 25 éve alapítottam a kerületben egy alapítványt, egy kortárs művészeti gyűjtemény létrehozására, és azóta segítem a kerület képzőművészeti életét kiállításokkal, a kollégáknak az összefogásával és a segítésével. És ezt a díjat én úgy is tekintem, mint ennek a munkának az elismerését is.